Sziasztok! Üdv innen a 150-es vonal mentén valahol vagyok, és egy elhagyott, egykori vasúti épületet fog mutatni. Egyébként van mellette még egy szolgálati lakás, meg itt van a hozzátartozó melléképület is. Amennyire lehet, lecsekkolom. Vasúti útbex, és ez valószínűleg megúszta egyébként a bontást, mert távolabban a sinektől. Hát ez csak a padlás feljáró, de hát én ezen nem kockáztatom meg, hogy felmegyek. Több fok hiányzik, ami megvan, az is korhat. Talán ide még be tudok mászni majd. De van egy bejárati ajtó a túloldalt, majd inkább ott próbálkozok, ha sikerül. És itt van még egy. Az viszont egy egykori szolgálati lakás lesz, ez biztos. Hát, ott is van egy bejárat. Lehet, hogy be tudok menni. Aha. Hát, ha ezen át tudok bújni, menni fog. Ezt nézzétek, igen, itt vagyunk bent. Ez egy viszonylag egyben maradt rész. Ez egy szolgálati lakás volt valószínűleg. Egy belső szobával és egy külsővel. Ott volna kályhának a helye. És akkor fürdőszoba, és ez lehetett a konyha. Hát na, ide viszont nem megyek be. Hát, látjátok, itt a födém az már így leköszönt. Hát ez pedig egy spájz lehetett. Hát ez ennyi. Nem merek jobban bemenni. Pláne ott a konyhában, nem már láttátok, mi van ott. Egy másik, hát szerintem ez két szolgálati lakás volt. Itt is. Talán ez még jobb állapotban megmaradt. Na, megézzük, jó. Hát már ahogy vesszük. Hát valószínűleg itt lehetett a konyha. Itt van a fürdő. És még az iparremek műve itt van. Ott lehetett egy villanyboiler bent. Igen, ott meg a fürdőfán. Itt egy spájz. Azért itt a födén még viszonylag egyben van, bár ott már szétesti. Hát itt viszont meg ma abszolút nem, tehát itt rá lehet látni a, és itt a padlás feljáró lenne, de hát látjátok, milyen állapotban van. Hát szerintem ez ismét ez a nem felmászós kategória, eddig bejövök, de nem tovább. Hát, valószínűleg egyébként ez a lebontás, az épület ez meg fogja úszni, mert távol van a sinektől, és az átépítés nem érinti. Másrészt viszont megmenteni sem érdemes, mert ennek gyakorlatilag már annyi. Tehát magától is össze fog dőlni, ha nem bontják le. Hát egy melléképület szintén, hát ez sok értelme nincsen megnézni közelről, mert már kabrió. És ez az érdekes, amit már akarok mutatni. Ebben tudja, hogy szolgálati lakások voltak. Az egyébként itt van. Melléképület, tyúk, ketrez, disznó, nem tudom, mi lehetett a sénykodába, de valami hasonlóra tippelek. És akkor szépen akkor benézünk ide. Pince. Semmi érdekes. Ennyi. Hát. Jó. Hát, folytatjuk az urbexet, most benézzünk ide is. Itt egy koffer. Nem nyitjuk ki, mert ki tudja, mi van benne. Mondjuk dalásvészek az valószínű, de az most pont a kisebb, legkisebb probléma itt télen. Aha. Egy tátra tévé. Ezt nézzétek. Ez viszont
nem tudom, videótól vagy Odeon, de egy régi tévé, azt tudja. Szerintem ez még fekete-fehér. Valószínűleg itt ilyen két szobás, konyhás külön lakások voltak. Az biztos, hogy egykoron ezek szolgálati lakások voltak. Hát ugyan az a kis szobát nem érdemes megnézni, viszont a WC csésze az egyben van ott. És akkor ez lessünk be ide. Itt némi bútorzat megmaradt, igen, jó. Hopp. Sezlongy dugó? Sezlongy dugós kanapé? Vagy hát heverő? Ez pedig az a tipikus szocialista fosbarna szekrény, amit mindenki látott már. Az örök is elpusztíthatatlan ezek a talpas szekrények. Szintén érde ki. Aha, és itt volt a konyha. Hó. A másik övök elpusztíthatatlan. A kredenc. Sárga meg zöld színbe. Esetleg elborult a fejeken pirosba. De majd minden háztartásban megtalálható volt. Ez meg egy kis spájz. Aha, hát a konyhához mindig tartozik spájz is. És itt van a tévének a hátalapja. január 3. Akkor lehet, hogy akkor még laktak itt? Hát olyan sorsra jutott, mint hogy általában, hogy bérelte ezt valaki, aztán megszüntették neki a bérleti díjat. Aha, és itt van. És azóta üresen áll. Ez a MÁV ingatlan, ezt meglépte korábban, igazából nem lehet tudni, hogy miért. Látod, még néhány régi tányér is itt maradt. Hogy ilyen nyugdíjas, vagy akár aktív vasutasoknak kiadott ilyen lakásokat. Akár így, mert sok az tényleg olyan nagy komfort nélküli, mindjárt, mert itt is mondjuk a villany be van vezetve, hát látszik azért itt már jártak vandálok, meg tolvajok, mert kábeleket is már elkezdték a falból kiszaggatni. De mondjuk egyéb közül lehet, hogy a villanyon kívül nem volt, még talán vezetékes víz se. De mégis ilyen laktak benne, akik ilyen, hát ilyen pár ezer forintos bérleti díjért is akár, de legalább rendben volt, alta meg laktak benne. Aztán egyszer csak így gondolkodott, és akkor megszüntették, ahogy lejárt a határozott idei bérleti viszony, vagy egyszer felmondták, és onnantól kezdve üresen áll. Mert még esetleg emelhettek volna árat is, és akkor lehet, hogy még mindig laktak volna benne, esetleg hagyták volna, hogy megvegyék, vagy nem, hát mert még mindig jobb, hogyha használják, meg laknak benne, mint hogyha itt tönkre megy magára, hogy ott van. De sok ennek ez a sorsfeltelen, mert az oké, hogy most már nem lehet senkinek kiadni, mert ugye nincsenek közművek, meg nincs komfort, és nem kell senkinek, bár lehet, hogy még így is lenne rá jelentkező. Akár önköltségen bevezettetni a vizet. Hát, szintén egy konyha. És az már a padlástér. És itt már a berendezés sincs meg. Itt a spájz. Sütőolaj. És itt volt a kályha. És hát itt szintenként volt legalább két szolgálati lakás. Oh, ezt nézzétek! Ez az igazi retro. Ingyen semmi. Hát igen, innen úgy költöztek, hogy az ablakot is nyitva hagyták, hát az meg nem túl szerencsés az ingatlan állag megóvása szempontjából. Hát, ha itthon vannak. Azért, ez se semmi. Tjúha! Hát ez viszont már felettünk már csak a padlástér van, és hát az is látjátok, hogy milyen. Hát itt volt a budi,
De valakinek nagyon kellett az a WC csésze, és ellopta. Hát igen, itt viszont a fedém az már kezdi magát megadni. Igen, mondjuk itt az emeleten lehet, hogy már azért is költöztették ki inkább a lakókat, mert már az állaga olyan volt. Aztán lehet ezt tudni, milyen megfontolásból történt. Bár szerintem 2008, amikor még itt laktak, akkor még nem. De hogyha ilyen épület lakatlanná válik, és mondjuk nem fűtik, meg nem csinálják meg a minimális állagmegóvás se, akkor nagyon hamar elkezd pusztulni. Hát ott még szúnyogháló is van. Nem megyek jobban be, mert látjátok, mi van itt. És ez viszont már a padlást élvezett. Itt van egy bicikligumi, bicikli külső. Innen kilátás van a kabrió melléképületre, meg a délegyházi bányatavakra. Jó, hát és akkor most így óvatos bepukkantást azt engedélyezek, viszont a padlástérbe kimenni nem biztos, hogy életbiztosítás. Látjátok, mi van itt. Hát ennyi. Nem megyek jobban ki, hát egyrészt látjátok, semmi értelme. Másrészt meg, hát, ez bárhol beszakadhat. Ennyi lett volna a bemutatás, ez egy MÁV szabványú szolgálati lakás volt. Nagyon láb elé nézve sétálunk, de a lépcső az betonból van ott. Ott nincs probléma, ez kivírna egy atomtámadást is. Csak ugye a korlátot már ellopták, ezért figyelni kell, hogy hol lépek. Úgyhogy most lehet, hogy azért nem a legoptimálisabb lesz a beállítás, mert nem a kijelzőt figyelem, hanem a lábam elé nézek. Viszont ez a tévé, ez nagyon bár ki van ez már belezve, úgyhogy szerintem sokra ezzel már nem megy senki, de a gyűjtő biztos, hogy tudják, hogy ez milyen. És itt van egy ilyen retro koffer is. Megkockáztassak egy kinyitást. Üres. Hát ennyi. Több épülete erre nincsen.